Ez egy gyerekkori emlék, azt a címet adtam neki, a gyermekkor, és hát ez 1980-ban készült, meg is jelent a Valóság című abban történetesen, miközben ugye majdnem tíz évvel később a Dorottya utcai kiállításomnak a plakátját betiltották, bezúzták, amit ugye Pócs Péter tervezett a kiállítás számára, amin egy vörös csillag volt megégett állapotban felszögelve egy keresztre. Ez nagyon erős reakciókat váltott ki. Úgyhogy ez egy mozgalmas világ volt, ugye sokat voltunk az utcán, erdélyi tüntetés, aztán a rendszerváltozás előtti március 15 ék a TV székház előtti tüntetés. Apám folyklendere ott volt általában a táskámban, amióta megvan ugye digitális világ, a kisgép ott van folyton nálam. Tehát ez, ezeket az ember rögzítette, amikor találkozott ilyenekkel is, mint a Barót múzeumi raktárában három maga nevében páratlan művességgel kivitelezett kétszeres életnagyságú büstökkel, ami hát Mars, Engels és Lenin ábrázolása volt, egy pókhálós, elszáradt, muskátlis, drótozott üvegű lerobbant múzeumi sarokban. Hát persze, hogy megihletett a kép, és minimális beavatkozással lett belőle egy nyomat, vagy az Ócska piacon egy játék teherató, amire az volt ráírva, hogy, hogy sztáli művek és százezer kilométer, ez az ajtaján volt, és az árusító egy emberi agyvelőt helyezett el a teherató rakterébe, egy makettet, ami pedig a a plakát, meg a televízió, meg a betiltást illeti, hát abban a korban nem volt olyan nehéz ebbe belefutni, hogyha az ember egy kicsit kilógott a sorból. Nem csináltam ebből soha a programot, de amikor egy képi ötlet megszületett, akkor azt akkor megcsináltam. Más kérdés, hogy nem került a falra. Elérkezett a fordulat ideje, akkor már tudtuk, hogy itt egy templomépítési szándékot akadályozott meg a 48 utáni 50-es évek elején a berendezkedő kommunista hatalom Romániában, és ez a kóskároi tervez feledésbe merült egészen 89 utáni fordulat ideig, amikor is mégis belevágtak makacs székely módon, és építették a templomot, azt az eredeti kós ami a korabeli tervekben megfogalmazódott, és abban menyezetként kiosztását tekintve volt Kóskárolynak ha úgy tetszik, utasítása terve, 50 x 50 vagy méter méteres kazettákra. Hát mi az utóbbit választottuk, és így kialakult a 35 bibliai jelenet. Mindig voltak hozzám közel álló egyházi emberek, plébánosok, tiszteletesek is, akiknek a példája legtöbb esetben igen erős volt, és, és nagyon pozitív rám nézve hát a mai világban az ego az mindenek fölött van, és hát a sztárkultusz és a siker az egyértelműen bizonyos társadalmi rangot jelent, anyagi siker meg hát mindent vivő, hogy így mondjam, és hát a képzőmeszeten keresztül is elsősorban nagy szignókat igyekszünk a műveinkre illeszteni, ami jelképesen értendő, magyarán olyan műveket létrehozni, ahogy brasainak nyilatkozott Picasso, hogy minden valamire való művész minél előbb igyekszik a maga mézeskalács formáját megteremteni, megfaragni és akkor onnantól kezdve a csak rájellemző képeket sokszorosítja élete során. A másik fajta művész, Picasso önmagát ebbe az utóbbi csoportba sorolta, az meg minden nap újra kezdi az életet, amikor bemegy a műtermébe és kísérletezik. Nos, van egy harmadik út is véleményem szerint, ahol a művek olyanok, amelyek értékállóak, illetve tartalmilag mindenképpen fontosak, de nem nyomakodik elő erőre erőszakosan az ego, és ez is a felé visz, hogy, hogy igyekszem adott esetben olyan szakrális munkákat csinálni, amelyek a kornyelvén szólnak, és nem az a fontos, hogy az én, ha létezik ilyen karakteres képi formáimat hordozzák, hanem önmagukért valók. És ennyi, ennyi nekem ekkor elég.